Shalom, אנחנו לומדים מספר זוהר לעם, כערך י"ב בעמוד 100. Hello mindenkinek, mi a Zohar mindenkinek könyvből olvasunk. A gonosz hajlammal kapcsolatos, és a jó, gonosz hajlam és jó hajlamra vonatkozó cikkeket válogattunk ki. A kérdéseket föltenek a Kabbala TV-n keresztül, a kiválasztott kérdésekre itt fogunk válaszolni a lecke során. Tehát Zohar mindenkinek, jó hajlam és rossz hajlam, ez a tárgya a cikkeknek, amelyek lettek válogatva. Rav. Na akkor együtt, rajta. Három fajta gond is elés az emberem. És Noának háromszoros érzékelése fejlődött ki. Van a léleknek a gond is elése, amely a teremtőnek akar örömet okozni, és aztán van a gonosznak és a jó hajlamnak az uralma az ember felett, amely a gufnak, a testnek adja meg, a rújtetjében szólt, ezt nem értettem. Tehát a jó hajlamnak a befolyása az embert a bőség felé vezeti, és a cselekedeteket, hogy végre tudja hajtani a cselekedet a teremtő érdekében, és ez a fajta gondviselés pedig az élet felé, az élet irányába vezeti az embert. És a szükségessége a gonosz hajlamnak. A gonosz hajlam az annyira kell, mint az eső a világban. A gonosz hajlam nélkül ugyanis nem lenne öröm a világban való tanulásban. Enélkül nem lenne annyira bepiszkolva a világ, mint ahogy a bűn, és olyan állapotban lenne, mint ahogy a bűn előtt volt, és az én szent hegyem az az én szívem, ahol a gonosz hajlam lakozik. A jó szív az nem jelent más, mint a testnek és a léleknek a közös szerkezetét, és ezért írva van, hogy szeresd uradat, a te istenedet teljes szíveddel, és mert a szív a magja mindennek. Két angyal az emberek, az emberért, 170-es pont. Amikor az ember útja elvezeti az úrtól való kéréshez, akkor még az ellenségei is megbékélnek vele. Két angyal van az emberért, egyik a másik felett, egyik a jobb oldalon, a másik a bal oldalon. És ők igazolják az embert, ők az ember tanúi, és minden cselekedetnél jelen vannak, az ő nevük a jó hajlam angyala és a gonosz hajlam angyala. 171-es pont. Amikor az ember megtisztult és erőfeszítéseket tesz a Tóra parancsolatainak megtartásában, ez a jó hajlam, amely összekapcsolja őt, ahogy az elő volt írva, a gonosz hajlam felett, és fölé emelik őt, és a gonosz hajlam a szolgálójává válik a jó hajlamnak. És amikor az ember kilép ebből az gonosz hajlam megpiszkító erejéből, akkor fölemelkedik a gonosz hajlamnak a jó hajlam ellenében, a jó hajlam segítségével. És akkor az ember megtisztul, és akkor a jó hajlam megjelenik, akkor még az ellensége is nyugalomra jutnak vele, mivel a gonosz hajlam az ember ellensége a jó hajlam ellenében. És amikor az ember eljut a Tórához és a parancsolatokhoz, akkor az ő ellenségei is megnyugodnak, ami azt jelenti, hogy a gonosz hajlam lenyugszik minden oldalról, ami körülvesz az embert, megbékél az emberrel. A gonosz hajlam uralma a világban, 111-es pont. Amikor az ember a Tórának az útján csünk, ez azt jelenti, hogy megjelenik a szeretet felül és alul, és a teremtő szeretett lényévé válik. A teremtő szeretetét érzi, és ő pedig szeretett teremtőt. Amikor az ember a Tóra útján halad, a Kohnak az erejével, a szentség útján, akkor valóban az ő ellenségei, bár a lábamnyalában még lépkednek, lenyugszanak, és ilyen módon a gonosz hajlam, amely eddig vádolta őt a világban, ebben a világban és a következő világban lenyugszanak. Tehát
Ugye itt az értelmeti hitről beszéltünk a lecke elején, magyarabb. Tehát, amilyen benyomásokat kaptunk ott, az azt jelentette, hogy nekünk össze kell kapcsolódnunk annak érdekében, hogy a reformáló fény megjelenjen, és a reformáló fény kapcsol bennünket össze, ugye a reformáló fény a jövőbeli állapotunkból árad felé. És a bűnös, a gonosz hajlam által uralt ember sokféle módon haladhat előre, és sokféle uralmat érezhet a világban. Azonban a hatalmas kígyó, amely Adam Harris bűnénél megjelent a tudás fájánál, és ami miatt a világ elbukott, ez messzire lett hajítva, és az emberek lelkét a teremtő megmenti ezáltal. 13-as. Amikor a gonosz hajlam irányítja a testet, mivel ő irányítja a testet, a lélek elhagyja a testet, és mivel a test az piszkossá vált, a lélek távozik. De nincs olyan szabály, amely az ember lelkét kitépne innen, egész addig, amíg az ember nem kapja meg, vagy nem dönti ezt el, ezért azokban, akikben a gonosz hajlam megjelenik, és a belső világokat uralni kezdi, erre szükség van, hogy a gonosz hajlam minden oldalról körülvegye a világot, és az ember cselekedetében megjelenjen ez. És nagyon sok kijelölt szolga van, akik a világot ezekkel a cselekedetekkel szolgálják, ami azt jelenti, hogy az embereket sok angyal nyugtatja le a gonosz hajlam ellenében. Van valami kérdés? Kérdezi rá. Igen, Benci? Nem értem pontosan, amit itt a Zohár mond. Az első részben mi valóban előfizetéseket próbáltunk tenni, az emelkedése. Mi van, magyarabb? Miről beszélsz te? Milyen? Nem értem, miről beszélsz. Nagyarabb. Annak megfelelően, amit ön kérdezett tőlünk a workshop során. Igen. Hát én mindig azt kérdezem tőled, hogy tapadja a felső erőhöz. Milyen mértékben vagy képes fölemelkedni a zavaroknak, és mennyire téged ezek a zavarok, mennyire szolgálnak téged. És mi a kérdésed? De a Zohárban. Most benne vagyunk a Zohárban. Itt egy másfajta erőfeszítést kéne tennünk. Tehát nekünk vagy ugyanazt az erőfeszítést kell tennünk, és akkor, tehát mint amikor a klasszikus zenében akarom érteni, mert ez annyira magas szintű rezgés, ami a Zohárból jön. Nektek arra van szükségetek, hogy mi mindig az értelem feletti hitbe emelkedjetek, mert az értelmeddel nem tudod a Zohárt megérteni, tehát hogy minden felülről a teremtőtől árad feléd, onnan jön a teljesség, és neked ebben kell belefogadva lenned, ha bár minden zavar, ami érkezik, az alulról jön, a te intellektusod felől, érzéseid felől, ezt nevezzük értelemnek, a te értelmednek, és ilyen módon tudsz a teremtőn csüngeni, a felső erőn, így tudsz vele integrálódni, mint egy embrió, és ez csak azzal a feltétele történhet meg, hogy te legyőzöd a saját értelmedet, mert az értelmeden nem fogod megérteni ezt. Ez két szint. Tehát egyrészt én a felső szinthez kapcsolódok, az Elionhoz, ugye, ahogy mondja a Héber, és köszönhetően a zavaroknak, amik történnek, azt az értelem próbálja megragadni, Rabos Jósa rajzol valamit. Bekapcsolom nektek, hogy a telefonon is lássátok. Tehát te egy technikai ember vagy, rajzolok neked, mondja. Tehát itt van a két szint. Kitettem a telefonok képernyőjére is, tehát a GoToMeetingre. Tehát itt van alul az értelem. Ez itt ugye a Tachton, ugye az az alsó szint. És akkor itt van az értelem, és az és Ravel is törött a Tachton, tehát bejött, hogy értelem, és fölül pedig a hit, ugye, ami a fölémelkedett az értelemnek. És az értelem fölé emelkedett állapot, ez meg az alul, meg az értelem, tehát ez az Elion, a felső, akkor mégis csak odaírtuk, és én vagyok, ugye ez az én, oda héberül, és emelkedek oda föl, tehát nekem a felsőhöz kell kapcsolódnom,
a felső vonalhoz, tehát két vonalat látunk a képernyőn, mit jelent ez? Tehát mondjuk a felső szint az az értelem, oké? Tehát ha föl kell emelkednem az értelem feletti hitte, de hogyan? Tehát ez tekinthető értelemnek, itt lent pedig van az értelem. Tehát itt az, hogy az értelem állandó hiánnyal szembesül. Tehát itt mindenféle kritika jelenik meg, egyébként érdekes, mert ez dátnak nevezik héberül az értelmet, ami egyébként a fizikai tudást is jelenti. Tehát nekünk fizikai, spirituális és egyéb értelemben kell összekapcsolódnunk. És ugye, és ez tulajdonképpen a fej tetőre állva érkezünk oda meg, ugye? Tehát az a lényeges, hogy a felső szintre csak fejtetőre állva érkezhetünk meg, a lábunkkal felfele. Tehát az értelem alul kell, hogy maradjon. Na, ezt még nem mondta soha, de érdekes volt, amit most mondott. És nekem az értelem feletti hit azt jelenti, hogy lábbal felfele érkezett meg a felső szinthez. Ez egy állandó formát ad, minden egyes szinten ez történik. Tehát ott az a piros kör, az vagyok én. Ezt állandóan így kell éreznem magam, hogy ha bár az egész világban én látom, az egész világot én a kapnakarás eredményeim keresztül érzékelem, az értelmem van a dáton keresztül, tehát a vélemény, a kapnakaráson keresztüli véleményemen át, így ítélek meg minden problémát, stressz, gyűlöletet, szeretetet, mindent a kapnakarás szemüvegén keresztül látok. És akkor mit kell itt mondani, mondjára? Hogy ez a hát-hát állapot, felsőnek a hátát látom az értelembe. Tehát, mint a hátat fordítja nekem az Isten. És ugyanakkor viszont nekem az arcához kell kapcsolódnom a panim állapothoz, ugye a panimbe panim állapothoz, az a szemtől szembe. Tehát ezért tulajdonképpen azt kell kérnem tőle, hogy adjon egy lehetőséget, egy képességet, hogy kiépítsem a panim állapotot az ahoraim állapot fölött. Tehát egyfajta fénynek kell ragyogni a felettem felülről, hogy ezt meg tudjam tenni. Ez a zöld nyíl, amit most rajzolt rá a felső viszintes vonaltól az középen lebegő én irányába, hogy képessé váljak fölé emelkedni az ahorány fölé, és itt képítsem a panim, vagyis a szemtől szembe állapotot a teremtővel. Különben nekem nem lesz egy valóságom, amit a teremtő tölt ki. Hogyan építhetnék ki egy spirituális valóságot? Hogyan tudom kiépíteni? Én csak egy pont vagyok, egy pötty. Hát semmi több nem vagyok a spirituális világban. Nem vagyok definiálva, tehát nekem szükségem van arra, hogy ezt kiépítsem. A teremtő felé vesz bennem egy vágyat, egy irányultságot, egy formát. És ez a szívben lévő pont tulajdonképpen, ez az én spirituális valóságom. És ebben a spirituális pontból van szükségem arra, hogy kibomoljon a teremtő képe bennem, és ezt a teremtő képét bennem hívjuk Nesamának, léleknek. Benci, de milyen fajta cselekedetem keresztül éheztem a teremtő irányítását? Tehát hogy tudok én erőfeszítést tenni megfelelő helyen? Hát ez sehogy nem tudsz, mondja, rab, ezért kell a csoport. Tehát még nem tudod ezt megragadni. De majd beszélünk erről még egyébként, hogy mi az, amit az egyén tud tenni. Tegnap beszéltem a nőknek erről, mert őket megteszteltem, és nagyon jó volt a válasz, tehát lehetséges ezt megtárgyalni. Igen, nagyon érdekes női lecke volt tegnap. Terence, na Jakobka kezd el fordítani, franciával fogunk hallgatni kérdést, ugye Jakobka beszél franciával a teremben. Egy komoly kérdésem lenne, Rav. Na, erre kíváncsi vagyok. Vegyen fel a tefilimet és tehát most elkezdesz aggodalom a kitörteni, mire vegyem komolyan ezt. Tehát az imakendőt fölvegye. Tehát egyfelől mondja, nekünk imádkozunk kell a teremtőhöz, reménykednünk kell, hogy a reformáló fény megváltoztat bennünket.
Másfelől, amikor a teremtőhöz imádkozom, ez azt is jelezni fogja nekem, hogy valami nem tökéletes. Na, mit jelent az, hogy nem tökéletes? Mivel ön azt mondta, hogy a kabbalisták azt is mondták, hogy nekünk meg kell találnunk azt a helyet, ahol minden korrigált, minden teljes. De magamat nem kell, hogy becsapjam. Én két szint között lebegek, mondja rá. Az én állati szintem között, amelyben látom, amit látok. Tehát ezért a szívem mélyén a teremtő ábrázol valamit az én számomra, ami látszólag úgy néz ki, ahogy kinéz, de ez a kép borzasztó kép. Ez egy, minden nap egyre rosszabb lesz ez a kép, amit a világról látok. Ezt az értelmem sugallja, ezt tudom látni a kapni akaró értelmemen keresztül. Azonban egy új formát akarok a világról látni, azt a világot szeretném látni, ami igazából egy ragyogó világ, és azért van, hogy engem fölemeljen a teremtő szintjére. Én valójában a teremtő erőit kell látnom, hogy mindent a teremtő irányít, és az az összes negativitás, amit látok, az az én törött valóságérzékelésben keresztül kezd el testet tölteni. Tehát az értelmem fölött egy jó világ van. Mit jelent ez? Az, hogy nekem ki kell építenem a léleknek a testét, amely egy edény, egy a törött léleknek a darabjaiból, és tehát ennek az edénynek a darabjaiból ki kell építenem egy ellentétes frontot, és egy igaz világot kell kiépítenem, és akkor majd ez úgy tekinthető, hogy én ebbe vagyok beágyazódva, és valóban a valódi világban vagyok, az értelemem feletti erővel fölemelkedve oda, és az erők, amelyek engem ide visznek, ezt hitnek nevezzük, honnan származik mindez, természetesen minden a reformáló fénytől érkezik. Ennyi mondja rá. Én lerajzoltam ezt nektek, lehet ezt még jobban vizualizálni. Itt van a rajz. Tehát amikor az ember az értelem és az értelem feletti állapot között lebeg, és attól függ, hogy mire pillant, kezdi el látni, hogy a felső szinthez is oda lehet tapadni. Terence folytatja a kérdést. Tehát amikor ilyen módon kérem a teremtőt, akkor nem ellenében vagyok a teremtőnek? Miért lenni ellenében, mondja rá? Tehát mert nincs más rajta kívül, akkor amit én csinálok, az rossz, nem? Éppen ellenkezőleg, mondja rá. Bevallom, hogy az összes értelmem, amivel rendelkezem, az egy egoista értelem. Nyilvánvalóan ő teremtett a gonosz államot, mondja a Tóra. Tehát az értelem fölé emelkedés azt jelenti, hogy én az ő világába akarok belépni, a teljes valóságában, nem a képletes valóságban. Tehát el akarom felejteni azt, ami én vagyok ebben a világban, föl akarok emelkedni oda, ahol ő ebben a világban. A szívemben lévő ponton keresztül akarok hozzátapadni, és az ő valósághoz tapadni, és minden adat, ami rendelkezésemre áll, a fölé akarok emelkedni. Ez nekem pedig erőfeszítést kell tennem. De én csinálom az erőfeszítés, vagy a teremtő egyszerűen felébreszt engem, és akkor, mint egy gép elkezdek működni, valami módon bepörgök, és ez úgy tekinthető az, hogy én erőfeszítést tettem. Nem tudom, magyarok. Tehát nekem majd ez később fog kiderülni, hiszen a bírának nincs más lehetősége, mint a saját személynek való hit. Tehát az erőfeszítéseim az eddig terjednek, és később pedig majd fel fogom tárni, hogy mi az én erőfeszítésem, mi az én munkám, mi az én cselekedetem. És nyilvánvalóan az Úr világában kell léteznem. Tehát ezek az erőfeszítések azt jelentik, amiket én megteszek, hogy valóban az ellenálláson keresztül lépve megpróbálok meg egy világot létrehozni, nyilván a teremtő cselekszik. Ez azt jelenti, hogy ez engem egy belső sürgetéssel erőfeszítésre kényszerít, és ez olyan, mintha az értelmemmé válna, bár valójában, mintha én cselekednék majd közben, a teremtő cselekszik.
De az ellenállások miatt érzem úgy, hogy én cselekszem, pedig mind a kettőt ő csinálta, az ellenállás is, meg a túllépést is. Mi az értelem? Az értelem, minden, amit én érzékelek, az értelmem. Az értelem? Az én értelmem, mondja Rav. Így van, igen. A dát. Az az én valóságom, amit érzékelek, az a te értelmed. Oda is írta Rav Héberül, hogy a valóságom. Oké. Tehát minden, amit én érzek, minden, amit én gondolok, minden, amit én akarok az értelmemben, vagy az értelmem felett, az értelmem felett, mondja Rav. Nem tudom, hogy elmit mondjak. Az értelmem felett nekem nincsen lehetőségem, az értelmem felett van lehetőségem a teremtővel való kapcsolatra. Tehát így kell nekem az értelmem fölemelkednem, tehát látnom, és értenem kell. Tehát nyilván az elején nekem éreznem kell az örömet, éreznem kell a boldogságot, ami a teremtő fénye ad meg nekem. Azonban azért, hogy összetapadásba lesek a teremtővel, ahogy a petesejt belép, vagy a spermacsepp belép az anyamébe, pontosan ez történik. Nyilvánvalóan az értelmében, az embrió értelmének ellenében kellene történni a dolgoknak, mert az embriónak le kell nullázódni, hogy be tudjon ágyazódni az anyamébe. Oké, de akkor mi a fölsőnek az értelme? Tehát az, mikor az értelem fölemelkedek, akkor mire kell sóvárognom? Te a saját értelmednek megfelelően lépsz túl önmagadon, és aztán meg kell, hogy értenem, hogy az összes probléma, az összes akadály, ami nekem megérkezett, az azért érkezett, hogy én képítsem a felsőnek a formáját, és a felsőnek a formája az a teremtőnek a formája, és akkor ezen keresztül kiépítem azt, hogy merre haladjak. A teremtőnek nincs formája. Gyere és láss! A zavarok, azok az értelem fölé emelkednek valóban, a te értelmed fölé emelkednek. Tehát neked az emberek dolgozni kell egészen addig, amíg ki nem épít ti az első spirituális formát, ami a parcuf, ugye, az a, és ennek mindig 10 szférának lennie, mert ez a teljes formája bármilyen egységnek a spiritualitásban. Tehát ha ez kicsi is, de teljes formát ad, és eznek meglátjuk az eredményét. Tehát a cívvelő pont mindig 10 szférával növekszik. De akkor nekünk valóban meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk az értelmfeletti hittel dolgozni. Tehát ez egy nagyon vékony különbség van csak az értelmfeletti hit és az értelem között. Amikor az ember elkezd igazán dolgozni, akkor látja, hogy mennyire nehéz valójában fölémelkedni a saját értelmének, és ezért milyen harc, és hogy az emberek meg kell vívni a saját belső kapnakarásával, a gonoszságával a harcot, annak érdekében, hogy ezt megtörténjen, hogy fölé tudjon emelkedni mindennek, és hogy eléri a felső valóságot. És hogy minden, ami meghatározott, az csak így határozódhat meg. Tehát a kezdetekben ez még az értelem feletti ígybevaló emelkedés egoistább talán, mint az értelemben lét az első pillanatban. Hiszen nekem kell egy hatalmas vágy, még óriási egoista vágy, hogy föl akarok emelkedni önmagamnak. Ami azt sugalja az egómnak, hogy kicsit dobd el magad, mert több lehetsz ezáltal. Oké. Akkor itt egy újfajta valóság épül ki az értelem feletti hit által. Nem értem a kérdést. Tehát én a teremtő irányításáról beszélek, arról, amit ön ad nekünk minden nap. Tehát olvasok a rabas cikket, nyilván a rabas is irányít bennünket, egy újfajta valóság felé. Ez a valóság mit él a mi számunkra? Kizárólag annak érdekében, hogy a teremtőhöz tudjunk kapcsolódni az értelem feletti hitben, ez az, ami bennünket összekapcsol legalább egy ponttal. Tehát van egy pont, én oda akarok tapadni,
és így akarok ezen a kapcsolaton keresztül kislisszolni ebből az állapotból, kicsusszanni, amiben most vagyok, és ilyen módon akarom igazolni a teremtőt, annak érdekében, hogy minden bajon keresztül és minden problémán keresztül egy magasabb rendű valóságérzékelést érjek el. És ezen keresztül nyilvánvalóan felemelkedek hozzá. Ami azt jelenti, ő kép szemeivel, az ő szemüvegével látom a világot. Oké, de akkor az értelem fölé való emelkedés mit jelent? Te a felső világot építed, de azt értsétek meg, hogy nincs felső világ, hanem épített ki. Mit jelent az, hogy én építem a felső világot? Kérdezi Jakoka. A törött edényeid cserepeiből, a széttört vágyai cserepeiből te kiépítesz valamit a felső erő fény segítségével, meg az erőfeszítés segítségével, minden egyes alkalommal te egyre nagyobb mértékben, hogy is mondjam, mondja Rav, egyre jobban megérted, megérzed, hogy hogy kell kapcsolódni. Mely tudatos módon a saját részvédeleddel nem csak hogy kérsz, meg követelsz, hanem kooperációban vagy a felső erővel együttműködésben, hogy kiépíts egy újfajta valóságot. Oké? Ez a fajta fordulat, amit végre kell hajtani, ami meg kell, hogy jelenjen az embernek, a belsőből a külső fele. Ez adja különbséget ahhoz, amiben éppen most vagyok, és aztán mivel a csoportra juthatok. Tehát az Ahorai a hátsó része a teremtőnek. Én nem értettem a kérdést nagyon. Lehetetlen, mondja, az értelemfeletti hitbe kapcsolódni, hogyha nem kapsz támogatást a csoporttól. Tehát neked érezned kell, hogy az látszólag személyes felébresztés, tehát amikor úgy gondolod, hogy valami elért téged, annak semmi köze a személyes felébresztéshez, hanem sokkal inkább arról van szó, te kaptál egy felébresztést a csoporttól, egy csoport tart meg téged, és támogat téged a felső emelkedésben. És azért, mert barátok tartanak téged meg, vagy képes felfelemelkedni. Na, az amerikai fog kérdezni. Ugye ő már elég régóta Izraelben él. Tehát alapvetően minden tanács, amit kapunk, amit követnünk kell a spirituális eléréshez, Chaim Ratz fordít. Igen, így van, de az a tény, hogy te tanulsz, nyilvánvalóan ezek a tanácsok egyfajta irányba visznek téged, és egy új látásmódot adnak. Ez még nem egy új valóságérzékelés, de mintha egy vízió lenne előtted, amit követhetsz. Még nem látod, de már vágyódsz rá. Hát ez a lényege. Neked ad egy képet a kabala, és azt mondja neked, hogy ott van egy állapot, ami vár rád. És az egy jó állapot lesz, aminek örülhetsz. Oké, mondja a srác. Amit én magamnak mondok állandóan, hogy én mindenféle manuális dolgokat hajtok végre a testemmel, és mindig várok, hogy az érzéseimben valami feltárul. Rav. Hát így is lehet mondani, hogy Rav. Tehát te megteszed, amit lehet, hogy én azzal a reménnyel, hogy valami feltárul benned a szívedben, az érzéseidben. A szív ugye az... A vágyaknak a helye. Na de hogy lehetek én elégedett, ha nem érzek semmit a spiritualitásból? Tehát hogy tudok én a spiritualitásban mozdulni, hogyha nem kapok semmit, ami kielégítene? Milyen fajta megérzésre gondolsz? Én egyáltalán nem vagyok elégedett, mondja Rav. Én képessé szeretnék válni, érezni, hogy az egész világ bennem van, hogy az egész világ egyetem, amit látok magam előtt, amely bizonyos formát mutat most az én számomra, egy univerzumot látok magam előtt, vagy érzékelek, és olyan, mint a kívül lenne ez mind rajtam. Tehát, hogyha abban a vízióban vagyok belül, hogy
hogy ez mind bennem jelenik meg, és ez, amit én látok világétem, nem is létezik máshol, csak az én belső világomban. És hogy ebből a pontból kell nekem felfedeznem a valódi valóságot, mintha én egyfajta kicsiny dologban lennék bezárva a világba, egy nyomorult, borzasztó helyre, ahogy mi most érzékeljük a világot, ugye, ez egy nyomorult az egész, ennyit tudunk belőle megérteni, hogy, de az már, aki tanulja a kabbalát, érti, hogy ez nem teljes, és utána elkezdek vágyodni, hogy én szeretném látni a teljességet, és nyilván, ha az emberek nincs vágya erre, ha nem lenne meg a vágya erre, akkor nem is tenne érte semmit. Tehát azért tudsz arra felé haladni és tenni a megvalósulásáért, mert akarod ezt a valóságot magadnak. És egyre jobban akarod érezni, hogy az élet erejét megérted, ami kitölt téged. Tehát nyilvánvalóan a test az mindenfélét magyaráz neked, ahogy a test, a kapnyakarási vágyak, ugye ezt minősül testnek a kabbalában, és ezt rossznak ítéljük meg. De hát ez az életünk, tehát nem is az a lényeg, hogy ítéljük meg ezeket a vágyakat, hogy ez jó vagy rossz. Mert oké, nem kell, hogy egyetértsünk a testnek a vágyaival, de akkor nem csak vágyni kell újfajta vágyakra, hanem tenni is kell azokért, hogy ezek az edények elérhetők legyenek a számunkra. És ez, mikor megjelennek ezek az igények bennünk, hogy új vágyakat akarunk, ez akkor a valóságérzékelésben egy forradalom lehetősége kezd kibontakozni. Kérdeztetek még egyet? Igen. Mit jelent az, hogy az állapot, hogy megpróbálom igazolni a teremtőt, hogy még nagyobb, még előteljesen spütös érzékelésbe lépjek be? Mit jelent ez? Rav, ez a rajzpont ezt ábrázolja. Tehát én az értelmemből próbálok elrugaszkodni. Hát minden ember így létezik, így él. Bele van ágyazódva az értelmébe. Azt tartja létezőnek, amit az értelme fel tud fogni. Ezt hívjuk azonban állati életnek. Az állati szintnek az emberen belül. Tehát én azonban egy magasabb szinten is tudok kapcsolódni. Erről beszél a kabala. Fölé emelkedem az értelem feletti állapotnak, vagy az értelmi állapotnak, és akkor a csoporton, a tanáron, a kabalista könyveken, bölcseken keresztül minden eszközzel, ami csak lehetséges, erőfeszítéseket teszek, hogy a világot a teljes formában kezdjem el érzékelni. Hogy jelenhet ez meg? Elkezdek terjeszteni, elkezdek tanulni, elkezdek mindenféle dolgot csinálni, összekapcsolódni hasonszörű emberekkel, mint én vagyok. Hogy a teljeséget rajtuk keresztül is érzékeljem. Hiszen ha rajtuk keresztül látom a világot, akkor látom, hogy ő is már a teljeség egy darabját hordozza, és ilyen módon a fény, ami elér bennünket, az fokozatosan segít elérni egy olyan állapotot, ahol mi valóban elkezdjük megszerezni a túl azon az érzésen, amit ebben a világban érzékelünk, erről a világról, megjelenik egy új vágy, amivel összekapcsolódunk a felső szinttel, és Rab most rajzol, vagy nem tudom, mit csinál, mindjárt kiderül. Ez a terület, amit most rajzolok, sárgával, tehát ez a terület, most látjuk már a rajzot, ez a terület az a felső szintet satírozta be Rab, hogy ez valóban létezik. Mert én csak sóvárogtam utána, most meg megérzem, hogy van. És amikor én megkapom az összetapadás pontját, tudom, hogy hogy lehet összekapcsolódni vele, ez tekinthető úgy, hogy beléptem a spirituális anyamébe. És akkor a kérdésem az, hogy hogyan fejlődök ott. Akkor már csak ez lesz a kérdés. Tehát nyilvánvalóan az értelmemmel kell majd fejlődnöm ott. Mit jelent ez? Hogy új értelmi szintet kell, hogy felvegyek, egy ellentétes formájút, ez megint az adott szint, az új szinthez nek a hátulját fogom látni. Tehát miért van az, hogy minden egyes felső szint az értelem felett van? Miért van az, minden egyes új szint? Azért, mert mindenkinek megvan a saját formája, azonban nekem nincs meg a saját formám az új szinten. Tehát ezen a szinten egy új formát kell majd fölvennem,
és ez csak az értelmem segítségevel lehetséges. Ez így működik. A spiritualitásban nincsen forma. Nincsenek szintek, nincs is valóságban semmi. Mi építjük ki ezeket önmagunkon keresztül. Csak megjegyzem, ezért hívják a bínát egyébként megértésnek. Igen. Tehát hogyan lehet ezt a történetet felépíteni magunkban, hogy ez teljes legyen? Én nem szeretnélek benneteket jobban összekeverni. Beszéltem már erről. Tehát a nagy kérdés, hogy nekem hogy kell ezt tapadnom, és hogyan kell támogatnom azt, hogy növekedjek. Tehát minden egyes pillanatban nekem növekedni kell, mint egy embrió. Tehát van a 9 hónap terhesség, abban vagyok az anyanébe, és ebből dolgozom a csoporttal, a teljességgel, lenullázom magam, és mégis a lenullázás mellett is növekszem hústra körém vágyat, új vágyat, spirituális húst, ugye? Ez a spirituális vágy, rak körém a csoport. Növekszik a vágyam a teremtőre. És akkor minden zavar ellenére, minden probléma ellenére megkapom ezt a hatalmas erőt a csoporttal kapcsolatban keresztül, és fölöttem minden probléma ellenére kiépül egy új réteg. Minden probléma fölött egyre jobb kapcsolatban vagyok a csoporttal, és ez az én beágyazottságom arra, hogy a spirituális testem növekedni tudjon. És akkor elkezdem látni, hogy még barátok sincsenek valójában, mert mind én vagyok. Ez az én testem. Minden barátom vágy az enyém. Én mindent a világban úgy látok, amire vágyom van. Új edényeket fedezek fel, amik ott lapultak, rejtettem a lelkem mélyén. És ez azt jelenti, hogy azt érem el, ami én magam vagyok. Magamat érem el. Tehát nekem erőfeszítést kell tennem arra, hogy tovább tudjak lépni. És kétfajta erőfeszítést kell tennem. Mi össze vagyunk kapcsolódva a felső szinten, másfelől pedig mi azt látjuk, hogy erőfeszítést kell tennünk a teljes összekapcsolódásra. Ez nem igaz, amit mondasz, tehát nekünk fölé kell emelkednünk mindennek, és állandóan folytatnunk ezt az utat. Én a leckés során mindig azt hallottam öntől, hogy a csoport a korrekció végéig össze kell ezt kapcsolva. De ha én nem így látom, ez az én hibám. Hát ezért tanulsz, mondjam. Oké, akkor egyfelől mi erőfeszítést teszünk, hogy összekapcsolódjunk, másfelől pedig magunkat előre kell löknünk annak érdekében, hogy megpróbáljunk egyesülni egymás között, másfelől pedig van egy összekapcsolt állapot, ahol én még nem látom ezt teljes mértékben, így van. Tehát erről akarok kérdezni valamit, hogy az erőfeszítés helyes formájáról szeretnék kérdezni valamit. A tényről, hogy mi össze akarunk kapcsolódni, azonban még nem tudunk használni rendesen az erőnket a kapcsolatra. Tehát nekünk egyfajta összeerőfeszítést kell tennünk arra érdekében, hogy minden ember összekapcsolódjon a kitől a teremben, tehát meg a csoportokban. Tehát az erőfeszítésnek megfelelően kezdjük el érezni azt, hogy mennyire vagyunk összekapcsolódva. Tehát az, ami feltárul a számunkra, az, ami a szükségszerű erőfeszítésre megfelelően jelenik meg. Tehát egyfelől minden létezik, az Enszof is, és a korrekció vége is létezik, de csak az erőfeszítések után tudjuk érezni és megtapintani. Akkor tudjuk valóban egy korrigált módon érzékelni ezt. Addig a mi számunkra ezek csak víziók. Tehát még egyszer. Tehát az erőfeszítés formáját szeretném megkérdezni. A kapcsolat. Az a tény, hogy én fenntartom magam az értelmem felett, a saját értelmem fölé emelkedve, és én valóban ott akarok maradni. Hát eleve az, hogy kapcsolatra akarok lépni mindenkivel, már ez maga egy erőfeszítés. Hát nem olyan egyszerű ám eljönni, fölkelni éjszaka, összekapcsolódni, megtenni az erőfeszítéseket. Tehát nekem a csoport és a közösségekhez kapcsolódni akarok, ez adja meg a kezdeti állapotomat. Tehát meg kell értenetek,
hogy mindezen dolgokat hogy kapcsoljátok össze egymással, és világos kell, hogy legyen a számotokra, hogy az embernek a munkája az egy egyedi munka a csoportban, de egészen addig, amíg az erőfeszítés meg nem teszitek, hogy fölére emelkedtek a saját egótoknak, de az egóval való harc a tied, azt nem fogják tudni helyetted más megvívni. Mikor az egó fölött összekapcsolódsz, akkor kapsz tőlük valamit, egy új edényt, amiben létezni tudsz. Hát a csoport azt a menekülési lehetőséget adja meg neked, hogy hogy tudsz megpattanni az egód elől. Ez a leglényegesebb dolog. Hogy keresed az ő kezüket, ez adja meg neked az erőt a saját önzésed fölémelkedéshez. Majd megértek, hogy miről beszélünk. Ez egy nagyon lassú, de megállítatlan folyamat. Én szeretnék kérdezni valamit a munkának a formájáról. Tehát látnunk kell a teremtésnek a cél, a kapcsolatnak a célját. Ugye a tízes körben például tizen ülünk egymással, tehát mondjuk mindenki különböző módon áll készen arra, hogy összekapcsolódjon, és tehát azt szeretném kérdezni, hogyan kell magamat nézni mindenki, tehát mondjuk én kapcsolódnak arról valamifajta feladatban összekap kapcsolat a többiekkel, és tehát van, ahol én nagyon sokat akarok tenni, a másik meg nem akar ennyit tenni. Tehát akkor hogyan viszonyulok a többiekhez, annak az erőfeszítésnek megfelelően, amit ő bele akart rakni, vagy amit én bele akarok rakni? Nem értem a kérdésedet. Tehát kérdezzél, ne mondjál, mert azt mondtam, tehát én erről, tehát annak megfelelően, hogy össze akarok vele kapcsolódni, nekem másképp kell kezdenem, ha ő nem tesz annyi erőfeszítést? Rav, nem érte a kérdést. Nem, mondja Rav. Ez nem világos, hogy most semmit kérdez. Szerintem ez a kérdést nem értettük meg teljesen. Tehát azt akartak kérdezni, hogy a tízes körben különböző emberek vannak, most lefordítják héberről héberre. Tehát van, aki jobban készen van, készen áll erre, elkötelezettebb, jobban oda teszi magát. Hogyan kell kezelnünk azokat az embereket, akik másképp állnak hozzá? Akik képesek 100% erőfeszítést tenni, azoknak meg kell adni a szeretetet azoknak, hogy még nem képesek. Tehát nyilván, hogy és meg kell tenni mindent, hogy amit hozzáadunk ahhoz, hogy ő 100%-osan akarjon kapcsolni. A teremtő rendezi el a tízes kört és a barátokat a számotokra. Oké, de ez azt jelenti, hogy nekünk mindenkit egyelően kezelni? Hát hogy ne kéne, magyarok? Ha egyelően kezeled őket, ezzel kényszeríted. Ha nem változnak természetesen, akkor meglátod, hogy mi történik, bár akkor a teremtő kipottyantja őket úgyis. Oké. Na, de akkor van, aki jobban oda a tízes köz? Nem. Egyelőnek kell venni mindenkit, mindenki egyenlő. És itt csak azt kell megvizsgálni, hogy amit a sabatkor is beszéltünk, ugye, hogy mit jelent a megszorítás. Még egyszer mondja Rav, a rajzról, mi az, amit kinyit a szív, hogyan tudunk a szívek közötti határvonalon átlépni, milyen szívben kell éreznem, tehát nem az egoista vágyamban, tehát a távolságban vagy a közelségben kell éreznem a barátokat jobban, nem tudom, mondja Rav. Tehát először érezd a felső szintet, tapadj hozzá, és fogadj el minden a maga teljességében. Hogyha te teljességben vagy, fogadd el az ő teljességét is. Oké, na de ez egy, én nem tudom megérinteni ezt a pontot, tehát nem értem, hogy mi történik. Értem, amit mond, van az elutasítás, ugyanakkor én közel akarom érezni a teremtőt, oké, na de akkor mi a végső eredmény? Tehát én valóban akarom érezni a szívemben, hogy mindenkit szeretem, vagy amennyire csak képes legyek, mindenkihez kapcsolódja. Kihez? A barátokhoz, mondja a srác Deni. A barátok neked olyanok, mint a teremtő. Azt kell látni, minden arc mögött az Isten van. Tehát a te tízes körödben, az a 10 ember, aki körülvesz téged, az elsősorban ez a te csoportod, az ő feléjük való irány, ahogy irányulsz feléjük, az Isten felé irányulsz. Ha a barátaidat gyűlölöd, az Isten gyűlölöd. Oké, na de akkor ez azt jelenti,
hogy nekünk a szívünknek megfelelően kell kiépíteni a... Mit jelent az, hogy nekem a törés fölé kell emelkedne? Át kell törnöm a határvonalon. A határvonalon áttörés azt jelenti, hogy eltörlöd azt, amit a gonosz erő épített közétek, az összes formát, amit alkotott benned, a többiekről letöröd. Oké, de akkor szeretem őket minden forma fölött? Persze. Azt kell tenni, mondja Rav, hogy fölé emelkedsz az értelmefejétnek, és rá fogsz jönni, hogy a gyűlölet belőled ered. Oké, én egyetértek ezzel a munkával, de nekem a gyűlölet fölé emelkedni nem könnyű, és tehát, hogy valóban el kell jutnom oda a nap végén, hogy én valóban igazán szeretem őket? Ez majd feltárul. Tehát minden egyes pillanatban új szinteket érzékelsz. Meg fogod érteni ennek az ellentéteséget, hogy mit jelent az. Ez eljön, hogy automatikus lesz. Tehát a vizsgálat, amit itt el kell végezned, az az, hogy hogy most milyen távolságra vagy. Ez a jelenlegi állapotodat megérteted. A jövőben itt nem tudod megérteni, mert nem tud megérteni az értelmet. Erről van szó. Oké, tehát végezetül mi mondhatjuk, hogy a határvonal az a értelemfeletti hitbe való emelkedés által törik el. Tehát az, ami elválaszt bennünket. Na, ezt is mondhatjuk, magyarabb. Nem tudom, hogy érdemesen belépni a részletekbe, hogy én... annak érdekében, hogy fenntartsam a felső erővel az összekapcsolódást, nekem az arvutra, a többieknek a garanciájára van szükség, hogy megtartanak engem. Tehát én valóban elkezdjem elfogadni a csoportot, amely segít nekem a felsővel való összeolvadásban. Tehát a csoport az úgy fordul felém, hogy ezáltal én magamat építhessem. A kapcsolatom a felsővel épüljön. Tehát nyilvánvalóan nekem le kell nullázódnom a csoport irányába, le kell nulláznom az egómat a magasabb értelem irányába. És az érdekes, hogy ott kell lenulláznom magam, hogy az anyaméhez kapcsolódom a csoporthoz. De Silia héberül ez a szó. Oké, tehát nekem folytatni, tehát azt a rajzot, amit ön rajzolt, tehát van itt egy személyes munka, ahogy az Dudi Aharoni mondta, tehát hogyan tudom ezt a munkát elvégeznem az árvódban, a kölcsönös garanciában, tehát nekem a csoportban kell dolgozni, és csak az egyetlen dolog, ami segít. A kezdeti kapcsolat, ami a felső erővel megszerzett, nyilvánvalóan az azt jelenti, hogy neked a csoporttal kell növekedned, a támogatásokat kell élvezned. Itt nagyon sok dolog egyszer jelenik meg. Mirovics fog kérdezni szerintem, de majd mindjárt kiderül. Nem, az angol srác. Hát most egy... Sosem, ezt nem értettem a kérdést, megingott az internet. Tehát hogyan függ össze az integráció, lenullázódás és a összeolvadás? Tehát mennyire fontos, hogy ezeket elérjük? Ez volt a kérdés, ez szerint mással volt rendesen. Ezek ugyanazok a minőségnek, más és más leírásai, amelyek a felsőnek a minőségeit írják, a felső szintnek. Ezek nélkülözhetetlenek. Mit kell tennünk, hogy növeljük ezeknek a minőségnek az erejét, nem csak a tízes körben, az egész csoportban. Nagyon halk az a srác, hogy kérdezett. Mikor mi a felső utáni vágyódás állapotába kerülünk, akkor kezdjük el kutatni,
hogy hogy tudunk az értelem fölé emelkedni, és ezáltal hogyan kell leválnunk a felső szintről, és hogy érjük az árvodot a csoporttal, és a csoport nyilván benyomásokat ad számunkra, lenullázódást ad, tehát minden a csoporttól érkezik. Tehát még egyszer, tehát ebben a pillanatban egy csomó fogalmat nehéz kifejezni. Tehát, hogy a csoport hogy vesz részt a felsőbe való beágyazódásban, ezt még vannak azon olyan dolgok, amit nem értettek meg ebben. De még nem érkeztünk el minden pontjához ennek, de amikor elkezdjük a belépést, majd akkor megértitek. Tehát ön azt mondja, hogy az első kapcsolat az egyfajta individuális munka, egyéni munka, hogy az ember a felső szinten összetapadásban legyen. Ez az első pontja az összetapadásnak. Rav. Ez nem egyéni munka ez, hiszen milyen fajta individuálisról beszélhetnénk. Tehát nyilván az én edényeimben érzékel, amit érzékelek, ebben az értemben nehéz szétválasztani az egyént, az egyént és az összeget. Tehát az ember úgy érzi, mintha ő lenne minden a valóságérzékelésen belül, azonban valójában önmagát egy teljesen idegen valósághoz kell tapadnia a teremtővel összetapadás és összekapcsolódás érdekében. De. Ez mind annak érdekében történik, hogy az ember túl tudja lépni önmagán. És mi még nem vagyunk abban az állapotban, hogy mi valójában tudjuk érzékelni azt, hogy az egyének elmagyarázunk, mit jelent az egyén és a közösség. Tehát mind van, a közösség ravasz, mert a közösség minden tagja a teremtő felé fordul. Tehát ezért a mi rossunk, ami kialakul, a spirituális fej, az a közösségen keresztül érzékelünk, és bár mindenki úgy érzékeli, mintha ez a közös edény az övé lenne, amit az összekapcsolással elérünk, valójában az összes barát, akik az egész világot behálózzák, akik most is néznek bennünket, és össze vagyunk kapcsolódva, ezek a saját edényeinek érzékelik a közös edény, de közben egy óriási edényt építünk együtt. Tehát képzeljétek el, mintha valóságnak lenne 7 milliárd része, de ezek mégis az a 7 milliárd látszólagos valóság egyetlen hatalmas valóságot ír le. Az az egy szoft. Tehát nem tudom ezt elmagyarázni, nehéz szavakba önteni. Igen? Tehát vannak itt barátok, már jó néhány éve ide járnak, nehezen találják meg mégis az árvutot, és csak nagyon kevesen van, akik képesek összekapcsolódni, és igazán. Tehát hogyan tudjuk azt a problémát megoldani, hogy ekkora a különbség van a mi kapcsolati erőnk között, mint amik közöttünk vannak? Rab. Tehát mindenek előtt nekünk le kell tisztázni a dolgokat, hogy értsük, hogy jól értjük-e, jól elemezzük-e a helyzetet. És hogy mi okozza a helyzetet. Tehát az embernek meg kell próbálnia nem csak megoldani a problémákat, hanem megérteni a problémákat. Tehát akinek felülről, tehát felülről mindenki más és másfajta nehézségeket kapott, és ezt mindenkinek meg kell vizsgálni, hogy mi történik, miért így történt, miért úgy történt, miért így kapta, miért azt kapta. Tehát mindenféle módon kell ezt vizsgálni. Mert minden dolog az végezetül az úton felülről lett el számunkra elrendezve, szándékosan, és nekünk ezt el kell fogadni, és az elfogadás legalább egy spirituális tény, mint az, hogy haladsz az úton. Tehát az út elfogadása fontosabb talán, mint az úton való haladás. És el kell jutnod ehhez a ponthoz, tehát nyilván az emberekkel találkozol az utadon, érezheted, hogy nem hozzád való. És nyilvánvalóan lehet neked viszonyod a specifikussal, ami megjelenik a barátokkal, de ez nem mehet a kapcsolat kárára. Tehát neked nyilván van, aki visszautasítja a másikat, nyilván van az a csoport folyamatában problémát okozhat, tehát különösen
a nők között megjelent ez a fajta elutasítása, amikor egy ember utál egy-egy embert, de nyilvánvalóan a spiritás csoportokban a férfiaknál is ez megjelent, de ez nagyon káros, mondja. רב, מורגש בתקופה האחרונה קבוצה עוברת איזשהו פילונות נילג תהליך יעצה איזשהו הצופ... אין אסת איזה צופורטום egy felgyorsításban van, elkezd pörgünk, nagyon minőségi felgyorsításban. Hát nézd meg a világot. Hát nekünk jobban kell gyorsulni, mint a világ. A világ is megindult egyfajta irányba. Tehát, hogyha általános módon le tudná írni azt, amin keresztül megyünk, hova tartunk most, és hogy mi történik, mit kell itt elvárnunk, és mit igényez tőlünk. Nekünk, mondja Rav, amennyire lehetséges, el kell érnünk azt az állapotot, amely által azon a spirituális szinten fogunk állni, ez egy kezdeti spirituális szinten, el kell lépnünk az első spirituális szintet. Minél több embernek, természetesen, hogy képesek legyünk az adakozással foglalkozni, zavar, minden zavar nélkül, hogy értsük, hogy mi az adás, és hogy mindenki megértse pontosan, hogyan kell a közön, az embereket megközelíteni, és hogyan kell fölemelkedni minden problémának, minden zuhanásnak és emelkedésnek. Ahogy itt lerajzoltam, pontosan ez a rajz az, amit meg kell mostani. Itt vagyunk most. Most az értelem és az értelem feletti hit állapota között lebegünk, és ez a rajz, ez világosan mutatja, hogy milyen állapotban vagyunk, és hogy az egész világ, a csoport, tehát nekünk fejleszteni kell magunkat, a világ ezt igényli tőlünk. Ilyenfajta módon kell ebbe belépni, ezen a fajta módon kell érzékelnünk. Így kell egy lépést tennünk előre. Még nem feleltünk meg ennek az állapotnak, ennek a helyzetnek, és amiben most a világ belépett. Tehát nekünk bele kell gyorsulnunk ebbe. Én nagyon remélem, mondja Rav, hogy elérjük ezt, mégpedig nagyon gyorsan. Hogyha mehetünk úgyis előre, hogy hátulról kapunk egy befolyás a teremtőtől, de azért nem hiszem, hogy nagy örömünk lenne benne. Nincs más választásunk, jobb, hogyha saját erőnkből maradunk előre. És nyilván ez egy teher, amit most magunkra kell vennünk, ezt érezni kell. El kell jutnunk egy olyan állapotba, ahol valóban mindenkit elkezdünk tudni tanítani, mert a világ olyan dolgokkal fog szembesülni, amit nekünk muszáj valamilyen módon feldolgozni és fölemelkedni. Tehát óriási reménytelenség fog megjelenni nagyon röviden belül az emberekbe, és az emberek reménytelensége rettenetes dolgokat okozhat. Tehát jönnek a tavaszi ünnepek, és tehát a Savuot is, amely ugye a tisztulás ünnepe a mi számunkra, és az ország közötti kapcsolat mindeközben, miközben nekünk az egység ünnepei jönnek, milliárd és milliárd orba törnek. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy beleálljunk ebbe az állapotba, és megértsük, hogy mi történik, és elérjük a változást belül. Ez pedig csak a kapcsolaton keresztül lehetséges. Meg fogjuk ezt majd tanulni, és meg fogjuk látni, hogy mi történik. Ennyi, mondja Rav. Akkor befejezzük a Zohárt, és akkor menjünk át a lecke következő részére, de előtte énekeljünk egy dalt. וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אהבה אמיתית
אם אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעודד נחלים בחזומים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושי עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אהבה